Szeretettel köszöntök mindenkit a Hobby Menza újabb adásában. Egyre jobban közeleg a karácsony, ezért mi is karácsonyi hangulatba kerülünk. A hétvégén volt az első adventi vasárnap. A böjt időszakát is éljük, és a böjtnek az egyik kedvelt étele az a halétel, úgyhogy ma két halétellel készültünk önöknek. Az egyik egy kicsit egyszerűbb, talán kicsit olcsóbb is, de nagyon népszerű étel. A másik ételt azt már egyszer ugyan elkészítettük az első évadban. Most ennek a halételnek elkészítjük a deluxe változatát. Akkor kezdjünk is bele, az első ételünk az nem más, mint egy nagyon-nagyon népszerű karácsonyi étel, nagyon sokaknál kerülhet akár a karácsonyi asztalra, és szenteste egy harcsapaprikást fogunk elkészíteni. Mint általában a pörköltes ételeknek mindegyikéhez, egy jó szalonnás, hagymás, paprikás alapot fogunk elkészíteni, ami az először is a nagyon szép és jó minőségű füstölt szalonnát kockára vágjuk. A felkockázott szalonna mehet a felhevített tálba. A szalonnánk gyönyörűen megpirult, úgyhogy most összevághatjuk hozzá a hagymát és a fokhagymát. A hagymát ebben az esetben célszerű apróbra vágni, hiszen itt olyan nagyon sok ideje nem lesz a hagymának arra, hogy párolódjon, úgyhogy lehetőleg finomra vágjuk, és mellé mehet bele egy kicsit megpárolódni. Mehet hozzá a fokhagyma is. A pörkölt alapunk szépen kezd párolódni, a hagyma és a szalonna, úgyhogy most hozzáteszik a többi hozzávalót, a paprikát és a paradicsomot is. Hozzávágjuk a paradicsomot is. Hozzádobjuk a kockára vágott paradicsomot is. És ezzel is összepároljuk egy kicsit. A pörkölt alapunkban, mint általában minden pörkölt alapban, mehet egy kis piros arany. Őrölt paprika. És bár füstöltet már raktunk hozzá, de egy kis füstölt paprikával még megbolondíthatjuk az ízét. Aztán nincs más hátra, mint hogy felöntsük vízzel. Végezetül sózzuk, és majd borsót rakunk még hozzá, aztán nincs más dolgunk, mint hogy várjunk, 25 percig körülbelül főzzük ezt az alaplevet. A
Amíg a paprikás alaplevünk gyönyörűen fő a tűzhelyen, addig összekockázzuk az afrikai harcsafilét. Azt el kell mondjam, hogy ezt a paprikást el lehet készíteni afrikai harcsafiléből, szürke harcsafiléből, amelyikhez hozzájutunk, sőt, ügyes horgászok akár maguk is megfoghatják az alapanyagot. Az összekockázott harcsafilét beletesszük egy tálba, és jó alaposan megsózzuk, hiszen a halnál lényeges az, hogy kicsit kiérződjön belőle a só íze, hiszen annál rosszabb nincs, amikor ízetlen a hal, és ezt egy kis só ízzel tudjuk ellensúlyozni. Nagyon jól áll neki, hogyha kicsit, talán még az átlagnál kicsit sósabb is. Az alaplevünk elkészült, de itt jelen esetben nincs annyi ideje, hogy egy neművé és homogénné váljon, úgyhogy ezen most segítünk egy borítószerrel. Botmixerrel végeztünk, de azt szeretnénk, hogy még sejmesebb legyen majd a szaftja ennek a pörköltnek, akkor érdemes egy sűrű szövésű szitánát szűrni még egyszer ezt az egészet. Szűrés és passzírozás után kaptunk egy gyönyörű szép szaftot, egy alaplevet, ami igazán szép, fényes és krémes lett. Most nincs más dolgunk, mint ezt újra forraljuk, és majd belerakjuk a halkockákat. Az alaplevünk nagyon szépen elkezdett forni, úgyhogy most nincs más dolgunk, mint hogy belerakjuk a halcsakockákat, és mivel a hal nagyon gyorsan megfő, ezért pár perc alatt gyakorlatilag készre főzzük. Amíg a harcsapaprikásunk elkészül, megcsináljuk hozzá köretet. Ehhez köretként mi egy galuskát készítünk, méghozzá egy túrós kapros galuskát, ami egy kicsit megemeli az egész ételnek a lényegét. Méghozzá olyan galuskát fogunk készíteni, mint nem egy galuska szaggatóval készül, hanem mint régen a hagyományok szerint a nagymamáink egy kanállal szaggatott galuskát készítünk. Körülbelül fél kiló lisztet belerakunk egy tálba. Beleütünk kettő tojást. Megsózzuk. Vizet öntünk hozzá, hogy egy viszonylag laza tésztát kapjunk. Egyébként tényleg érdemes egy pár percet pihentetni a galuska tésztát, amikor megkeverjük, hiszen a sikértartalom valóban akkor kezd el dolgozni benne, és egy kicsit még lágyabbá teszi, pontosabban olyanná teszi, amivel könnyebb dolgozni. Amíg a galuska tésztát készítettük, addig a halunk gyönyörűen megpuhult a szaftban, úgyhogy itt most van egy választási lehetőségünk, hogy vagy meghagyjuk így pörköltként, vagy pedig paprikást készítünk belőle. Mi a paprikás mellett tettük le a voksunkat, úgyhogy most majd még tejfölt keverünk hozzá. Tejföllel érdemes, a tejfölnél azt érdemes tudni, hogyha valamilyen ételbe keverjük, akkor célszerű hőkiegyenlítést eszközölni, és akkor nem fogja összerántani a forró étel a tejfölünket, úgyhogy most mi is ezt tesszük. Kiveszünk egy kis szaftot, és hozzá keverjük ez a körülbelül 1 deciliternyi tejfölünkhöz. A hőkiegyenlített tejfölt, hozzáöntjük a
paprikásunkhoz, és jól elkeverjük, és egy kicsit még összeforraljuk majd. Az ennyi sós vízünk felfort, úgyhogy most nincs más dolgunk, mint hogy beleszaggassuk a galuskát egy kanál segítségével. Készüljük, most leszűrjük. A galuskánk elkészült, de mivel ennek kapros-túros változatát ígértem, a túrónk itt van, a friss kaprot apróra vágjuk, összekeverjük, és akkor gyakorlatilag a köretünk is készen. A kész galuskára rászórjuk a túrót, meghintjük a finomra vágott kaporral. Aztán ezt jól összekeverjük majd. Az ételünk minden összetevője elkészült, úgyhogy most nincs más dolgunk, mint hogy kitálaljuk. Elkészült a harcsapaprikásunk kapros túrós galuskával. Jó étvágyat kívánok hozzá! Aki figyelemmel kísérte az első évadunknak az adásait, az láthatta, hogy gyakorlatilag ennek az ételnek az egyszerűbb, olcsóbb verzióját már elkészítettük, hiszen készítettünk a Beremendi strandon egy hackburgert. Most ennek a minőségi deluxe változatát, karácsonyi változatát készítjük el, egy lazacburgert készítünk el önöknek. Azt tudom, hogy a lazac nem tartozik a legolcsóbb ételek közé, de azt gondoljuk Balázs barátommal, hogy talán így az ünnepek közeletével egy kicsit mindenki mélyebben nyúl a pénztárcájába, és egy kicsit minőségi ételeket kezd el készíteni. Minden burger akkor lesz igazán jó, hogyha készítünk hozzá egy igazán finom szószt is, úgyhogy mi is egy szósz készítésével kezdjük most. Készítünk egy hamis tartármártás, amiben lesz görög joghurt, dijoni mustár, kapribogyó, savanyú borka és petrezselyem. Elsőként körülbelül 25 dekányi görög joghurtot teszünk egy keverőtálba. Rakunk hozzá körülbelül egy evőkanálnyi dijoni mustárt. 6 savanyú borkát apró kockákra vágunk. Hogy kicsit pikánsabb legyen a szószunk, egy kis kaprikabogyót vágunk hozzá, körülbelül egy evőkanálnyit, egy picit megvágjuk, az ízét is jobban kiadja akkor. Hozzávágunk még egy jó adag petrezselyemzöldet. Rakunk hozzá egy csipet sót, egy kevés borsot, és most az összetevőket jól összeforgatjuk. Végezetül egy kis savasságot adunk a szószunknak, egy kis frissen facsart citromlével.
A lazacburgerünkhöz a halhúst először is le kell kutterrel egészen apróra vágni. Mi már összevágtuk kicsit ezt a húst, hogy beleférjen a kutterünkbe, úgyhogy most ezt elsőként összevágjuk. Miután a halat összevágtuk, egy keverőtálba tesszük, azt elmondom, hogy mi ehhez a recepthez körülbelül fél kilónyi halhúst vettünk. Elsőként frissen vágott petrezselymet rakunk hozzá egy jó csokorra. Ugyanígy teszünk egy csokor kaporral is. Egy körülbelül kis kávéskanálnyi sót teszünk hozzá. 5 dekányi zsemle morzsa is mehet vele. Körülbelül 2 dekányi pecorino sajtot is teszünk hozzá. A pecorino sajtról azt kell tudni, hogy juh sajt, tehát juh tejből készül, és nagyon-nagyon intenzív íze van, tehát tényleg csinyán kell bánni vele, mert el tudja vinni az étel ízét. Pár csöpnyi friss citromlevet is teszünk hozzá. Ha már a citromnál tartunk, egy citromborsot is lehetne még beleszórni, sajnos nem sikerült most citromborsot beszerezni, úgyhogy egy kis sima őrölt borsot teszünk még hozzá. Most nincs más dolgunk, mint hogy ezeket az összetevőket jól összedolgozzuk. Végül kézzel jól összedolgozzuk, hiszen a kezünknél jobb műszert azt hiszem még soha nem találtak ki, hát ezzel tudjuk igazán homogénnál is egységesen gyúrni majd a burgerünknek az alapanyagát. Ebből a mennyiségből körülbelül 3 darab nagyon szép burgerünk lesz, úgyhogy ezt most körülbelül 3 egyenlő részre osztjuk és pogácsákat készítünk belőle. Nincs más dolgunk, mint hogy kisüssük a lazac pogácsákat. Ez a serpenyőbe egy pár csepp olajat hevítünk. Sütés közben többször megfordítjuk a bucikat, hogy minden oldaluk jól átpiruljon. Most már csak az következik, hogy építkezzünk, kicsit összerakjuk a burgerünket, úgyhogy kezdjünk is hozzá. Elsőként félbe vágjuk a bucit. Rakunk hozzá rukkolát. Jó bőven, mert én nagyon szeretem az ízét. Ráteszünk egy húspogácsát. Jöhet rá szósz, jó bőven. Egy szelet lilahagyma, megkoronázzuk egy gyönyörű szelet paradicsommal, mehet rá a teteje, és gyakorlatilag elkészült. Mai halas adásunk eddig tartott. Reméljük sikerült bebizonyítani azt, hogy a halból is lehet nagyon finom és laktató ételeket készíteni. Arra biztatok mindenkit, hogy figyeljék a közösségi oldalainkat, hiszen ezek a receptek a jövő héten már megtalálhatóak lesznek ott is. Köszönjük támogatóinknak az ételeinkhez nyújtott segítséget. Ragadjanak falkanalat bátran, hiszen tudják, főzni és enni jó. Támogatóink: Oázi zöldségbolt Beremend, Beremendi rendezvényterem, konyha és étterem.